országot legyen meg. 1944-45-ben mintegy 7000 ember vesztette életét a járeki internáló táborban. Köztük voltak több vajdasági település magyarjai is. A túlélők fájdalommal emlékeznek vissza. Örlés László 45-ben született Járekon. Szüleit Járekra üzték Zsabjáról, de később onnan is tovább kellett menniük. Szüleim már marhabagonyokban lettünk berakva. Én kis csecsemő voltam, mi pár hetes. Aztán Gajdobrára irányított. Minden felé mehettünk, ez ki volt édesanyámnak kötve, hogy mehetünk akarhova, csak Zsabjára vissza nem szabad. Az áldozatok tiszteletére 2017-ben avattak emlékművet az egykori tábor helyén. Mellette egy fakereszt őrzi a magyar áldozatok emlékét. Kötelező megemlékeznünk és emlékeznünk, főleg ugye a magyar áldozatokra, hiszen itt tudnunk kell, hogy Járekon a német áldozatok mellett magyar áldozatokról is szó volt. Mintegy 300 magyar ember vesztette életét a járeki táborban. A történelmi eseményeket Csorba Béla helytörténész, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke idézte fel. Számunkra fontos, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy Járek magyar emlékhely is éppen a magyar áldozatok okán, mert ezt sokan szeretnék elfelejteni és elfeledtetni velünk. Ezt nem szabad megengedni, és arra kell törekedni, hogy az itt nyugvó magyarok, és természetesen az itt nyugvó németek emléke is tartósan fennmaradjon. Az emlékhelynél, illetve a fakeresztnél a Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt, valamint az első helyi közösség is koszorúzott.